Ticsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Az advent időszak készületében jelentős szerepet kap mindannyiunk életében, hogy gyógyítsuk a saját lelkünket pontosabban ebben a gyógyításban kérjük Krisztus kegyelmét, hiszen ő a gyógyító, ő az, aki a mi lelki sebzettségünket, akár a bűnökkel, akár bármilyen külső nehézséggel sebzett szívünket képes gyógyítani. Éppen ezért az adventi időszakhoz hozzátartozik a bűnbánat, amikor kérjük Krisztustól, hogy az elcsendesedés által készé váljon a szívünk arra, hogy ő valóban belépjen a mi életünkbe. Közelebb lépjen hozzánk. Evangélium Szent Máté Könyvéből. Jézus ezután eltávozott onnan és elment a Galileai tenger mellé. Fölment a hegyre és ott leült. Nagy tömeg jött oda hozzá. Voltak velük sánták, vakok, nyomorékok, némák és sok másféle beteg. Letették őket a lábaihoz, Ő pedig meggyógyította őket. A tömeg csodálkozott, amikor látta a némákat beszélni, a nyomorékokat meggyógyulni, a sántákat járni, a vakokat látni, és magasztalták Izraelistenét. Jézus pedig magához hívta tanítványait, és azt mondta nekik: Megesik a szívem a tömegen, mert íme már három napja velem vannak, és nincs mit enniük. Nem akarom őket étlen elbocsátani, nehogy ellankadjanak az úton. A tanítványok ezt felelték neki. Honnan lenne a pusztaságban annyi kenyerünk, hogy jól tartsunk ekkora tömeget? Jézus megkérdezte tőlük: Hány kenyeretek van? Azt felelték: Hét, és néhány apró halunk. Erre megparancsolta a tömegnek, hogy telepedjék le a földre. Azután fogta a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, megütörte és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a tömegnek. Ettek mindannyian, és jól laktak. A megmaradt darabokat felszedték hét telekosárral. Ezek az Evangélium igéi. Krisztusban, szeretett testvéreim! Az Evangélium elénktár egy olyan helyzetet, amikor Jézus gyógyítja azokat az ellankadtakat, akik valamilyen módon gyógyulást remélnek. Aztán pedig táplálja ezt a tömeget, táplálja őket olyan kenyérrel és hallal, ami erőt ad azoknak, akik egyébként lelkileg táplálkoztak. A keresztény embernél amikor a keresztény ember életét szemléljük, akkor sohasem csak a lélekre kell gondolnunk. Nem véletlen az, hogy egész adventben arra készülünk, hogy az ige testé lett, és itt élt közöttünk. Éppen ezért a, a katolikus gondolkodásnak is sajátja, illetve az evangélium szellemiségét is milyen áthatja, hogy a test és a lélek egységben, úgymond egymással nagyon szoros közösségben, egységben mutatkozik meg. Ezt az egységet nem lehet elválasztani azzal sem, hogyha egyes keresztény emberek vagy tanítók azt mondják, hogy nekünk csak a lélek fontos. És nem lehet nyilván az sem, amit a világban a szekularizáció által látunk, hogy nincs is lélek, csak a test a fontos. A keresztény ember a kettőnek az egységében gondolkozik. Ezt azért fontos látnunk, mert úgy szokták mondani, van ez a kifejezés, hogy épp testben, épp lélek. De mit kezdjünk olyan helyzetekkel, amikor valamilyen módon vagy a lélek beteg, vagy éppen a test beteg. Jézus, amikor odavisznek hozzá betegeket, akkor nagyon sok esetben nem a testi betegségüket gyógyítja először, hanem a lelküket. És éppen ezért a lelki gyógyulás után megtörténik a testi gyógyulás is. És a másik oldal is jelen van, oda visznek hozzá olyan betegeket, akik valamilyen testi problémával úgy is foghatnánk föl, hogy valamilyen hiányossággal küzdenek, módosult képességűek, sánták, vakok, nyomorékok, némák, sokféle más beteg, és ők valamilyen gyógyulást nyernek, meggyógyulnak a betegségüktől, és utána megtérnek. Utána a lelkükben is akarják megújítani magukat. Krisztus tanításából, az evangéliumból őszinte megtérés történik az életükben. A szaporítási csoda ugyanezt teszi élővé számunkra. Jézus nem csupán a lelkünket akarja táplálni, hanem a testünket is. Sok emberben Fölmerül a kérdés, hogy akkor Krisztus miért nem lakat jól minden embert? Egyszer egy történet szerint volt egy nagyon makacs, Istent következetesen tagadó ember. És ez az, az ember soha nem imádkozott. Ám az egyik alkalommal mégis ilyen módon fordult Istenhez. Istenem, én nem hiszem, hogy te létezel. Mégis azt látom, hogy elnézed ebben a világban, és ezért nem hiszek benned, hogy mennyire sok éhező van, beteg ember, olyan nyomorékok, akikken lehetne segíteni például mondjuk étellel, akiket jó lehetne lakatni, akiket lehetne szeretni, akiket föl lehetne ruházni, akiknek lehetne vizet adni, és te mégsem teszel semmit. A legnagyobb megdöbbenésére azonban Isten hangját hallotta ez a hitetlen ember. És Isten szelíd csendesen csak ennyit mondott, dehogy nem teszek valamit, megalkottalak téged. Így kell tekintenünk gyakorlatilag a világban jelenlévő feladatunkra, a világban jelenlévő küldetésünkre. Isten nem valami külső természet fölötti csoda által akar belépni a szenvedő, kegyelmet kereső, éppen Istent kereső ember életébe. Isten a mi tetteink által, a mi szeretett cselekedeteink által tud és akar jelen lenni ebben a világban. Éppen ezért szükség van arra, hogy mi oda tegyük a mi saját hozzávalunkat, öt kenyerünket, két halunkat, vagy azt a néhány halacskát, azt a hét kenyeret, ami éppen rendelkezésre áll, azt a munkát, azt az imádságot, azt a szeretett cselekedetet, azt a csöpnyi adományt, azt a néhány élelmiszercsomagot, amely által kifejezhetjük szeretetünket Isten irányába, vagy fele barátaink irányába. És Isten ezt tudja megszaporítani, ezt tudja megáldani, ezt tudja megsokszorozni a mi életünkben. Nagyon sok ember elfelejti, hogy mindent, amit a világban kapunk jót, azt Istennek köszönhetjük meg. És sokan nem látják csak a rosszat. Nem látják csak azt, hogy mi az, amiben többet tehetne Isten. Valójában azonban igenis tehetünk, mi emberek is nagyon sokat egymásért. Ezért hív meg bennünket az adventi időszakban a szolidaritásra, nem pedig az önzésre. Az adakozásra, a megnyílásra, nem pedig a különféle karácsonyi ajándék beszerzésre és önzésre. Ezért hív meg bennünket arra, hogy valójában az adventi készületünket ne már a karácsonyi zsongás töltse be, hanem az elcsendesedés, a szívünk kiüresítése, azért, hogy ott helyet tudjunk készíteni Krisztusnak, helyet tudjunk készíteni fele barátunknak, hogy ott a csendben otthonosan érezzük saját magunkat mert ebben a csendben, az ürességben valójában nem minden dolognak a hiánya mutatkozik meg, hanem Isten, aki mindent betölt. Csak elfelejtjük, hogy ő tényleg betölti egész életünket. Éppen ezért a csendben, az ürességben nem semmibe hullunk, nem úgymond teljesen megsemmisülés, vagy éppen üres űr tátong a szívünkben, hanem ott válik tudatossá számunkra, hogy Krisztus mindig is jelen van a mi életünkben. Ott válik tudatossá számunkra, hogy az adventi készületben nem majd karácsonykor fogunk találkozni Krisztussal, hanem ő már jön hozzánk. Ő már itt van közöttünk. Miközben mi haladunk felé, ő is halad felénk. És a találkozás öröméről tehetünk tanulságot keresztény életünkben adventi készületünk teljen tehát ebben az elcsendesedésben, az igazi Krisztusra való nyitottságban, hogy a mi kezünk, a mi tetteink által megvalósuljon Isten csodálatos kenyérszaporítása, és ő gyógyítsa a mi beteg szívünket, beteg lelkünket, testünket, hogy így készé váljunk minden ajándéka elnyerésére. Amen.